Véget ért az őszi szezon a megyei másodosztály labdarúgó bajnokságban. Nagy István edzővel beszélgetünk. Megpróbáljuk összefoglalni a dolgokat, egy kicsit értékelni, áttekinteni, hogy mi történt az elmúlt fél évben. Mindenek előtt, hogy érzed a megye első osztály után, hogyha bennmaradtok a megye egyben, akkor mi lett volna, illetve a mostani teljesítményt hogyan értékeled? Köszöntök én is mindenkit. Összehasonlítani a két osztályt én úgy gondolom, hogy merész lenne. A megye egyes tagságunk igaz véget ért, és ott olyan edzésmunkát, illetve olyan terhelést kaptak a srácok, amit én úgy gondolom, hogy mindenki tudott kamatoztatni. A megye kettes bajnokság teljesen más tészta. Itt nem elsősorban a szakmaiság, hanem igaz a szív, ami dominál. Érdekes egyébként, amint említettél, a fizikai állapot, az erőllét, hiszen nagyon sok meccsen megmutatkozott, hogy az ellenfél lehet, hogy már 20. percben lógatta a nyelvét, még a 79. percben is úgy hajtottatok, ahogy. Viszont ez az eredmény nem nagyon tükrözte. Hogyha megnézzük a számokat a tavalyi szezonhoz képest, rúgott góllal igaz, mindenképpen jobbak vagyunk, de sajnos a kapott gólok tekintetében majdnem úgy maradtunk ugyanazon a szinten. Tudjuk értékelni külön posztokat, hogy külön kapus, hátvédsor, középpályásor, csatársor? Nem szoktam, a csapatot szoktam értékelni, külön nem szoktam senkit kiemelni. Értékelésnél, hogyha nagy hibát követnek el, akkor esetleg, de egy fél szezonnál igaz a csapatot kell értékelni, nem pedig a játékosokat. Érdekes volt ez a kijelentés. Arra lennék még kíváncsi, hogy ha bementek az öltözőbe, akkor is ennyire érdekesen fogalmazó, vagy pedig ott személyre szabottan pontod le a kritikát? Nem csak a kritikát, hanem a feladatokat is személyre szólóan szoktam kiosztani, de igaz, elég nehéz úgy értékelni egy játékost, hogy már eltelt igaz egy kis idő, és nem éppen úgy végeztünk, ahogy elvárták tőlünk. Érdekes, mert megye első osztály. Korábban beszélgettünk több szakvezetővel erről, hogy nagyon sok helyen jobban keresnek, mint egy átlag munkahelyen, például megye első osztályi futballisták, és akkor itt a megye másodosztály mindenki csak legyint, hogy ugyanaz megye kettő. Viszont nagyon sok olyan meccs volt, ami sokkal hajtósabb volt, és én úgy érzem, hogy jobban fel kellett kötni a gatyót itt, mint egy Lagymatog megye egynél. Ez képest igaz a megye másodosztályba, azért fizikumban igaz, fizikálisan sokkal több ütközés tapasztalható. Itt nem taktikusan játszanak, hanem inkább erőből. Viszontból megy a játék? Sokszor igen, ezért olyan nehéz a mérkőzések kimenetelét megjósolni, igaz, mert a mérkőzés elején még mindenki bírja szuflával, keveset edzenek, igaz, de vannak olyan játékosok, akik egy-egy mérkőzést el tudnak dönteni. Azt mondnak, hogy az miért van, kimentek a pályára, egyértelműen esélyesek vagytok, elkezdődik a mérkőzés, ti rúgjátok az első, második gólt, sőt volt olyan, hogy fél idő 4-1, és a végeredmény 4-4, ami mindenki csak kapkodta a fejét, hogy hello, akkor most itt mi van? Már sajnos kétszer beleléptünk ugyanabba a gödörbe. Keresem én is ennek az okát. Visszatekintek az elmúlt évekre, vagy lehet évtizedre. Sokszor volt ilyen mérkőzés, hogy amikor nekünk állt az ászló, akkor mindig beütött a krak. De ez miért? Most beszéljünk őszintén, nagy mellényről van szó. Eleve úgy mennek a fiúk a pályára, vagy főleg fél idő után mennek fel, hogy hát ez már zsebbe van. Vagy pedig ez a szív, amit emlegettél, az bennmaradt az öltözőben. Én nem mondanám, hogy a szívben maradt, hanem inkább a tudatalatti lezserség előjön mindenkiből, és erre van, amikor ráfázunk. Mennyire sújtotta a csapatot ebben a fél évben a sérülések hulláma? Elég nehezen kezdődött igaz számunkra a szezon. Jöttek sérülések is, amiket nem tudtunk igaz megfelelően pótolni játékosokkal, de a szezon végére én úgy gondolom, hogy vannak olyan játékosok, akiket az utánpótlásból fel tudtunk emelni. Pisti, milyen a hangulat az öltözőben, hiszen nagyon sokan erre kíváncsiak, hogy esetleg az eredmények, amik nem jönnek, annak az oka, vagy esetleg minek az oka? Az öltözőben igaz, amikor győzünk, akkor egyértelmű, hogy jó a hangulat, bár volt olyan mérkőzés, amikor döntetlent játszottunk és felért egy vereséggel, akkor lehet azért érezni a csapaton, úgyhogy, de ettől függetlenül a csapategység, én azt gondolom, hogy nagyon jó.
Neked konkrétan milyen a kapcsolatod a fiúkkal? Gondolok itt arra, hogy nagyon sokszor kezdő vagy, vagy beállsz játszani, és esetleg, ha mondjuk neked nem megy úgy a játék, ez rontja a tekintélyedet, mint edző, vagy nem befolyásolja? Én úgy gondolom, hogy mindenki felnőtt ember, és hogyha én úgy gondolnám, hogy rontja a tekintélyemet, akkor nem állnék be. Halandó ember vagyok, és megpróbálok a csapaton segíteni. Ha szakmailag, akkor szakmailag teszem, ha pedig fizikálisan a pályán, akkor megpróbálok fizikálisan hozzátenni a csapathoz. Hogy érzed magad most így, hogy lezárult ez az őszi bajnoki szezon? Fáradtam. Nem elsősorban fizikailag, hanem mentálisan. Nagyon megterhelő volt ez a fél év számomra. És hogy érzi a csapat? A csapat, én azt gondolom, hogy ők is egy olyan törésen mentek át, ami azért még egy-két évig érezhető, vagy még lehet tovább is érezhető lesz a csapaton, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen megpróbálunk kilábolni, és minél jobb eredményt elérni. Aki szemmel követi a játékotokat, és a csapat munkáját, az látja, hogy nagyon sok fiatal van, mert nem tudom, mennyi most az átlag életkor, de túl sok nem lehet. Igen, volt olyan fórum, ahol kiemelték, hogy nagyon, vagy hát rendszeresen szoktam fiatalokhoz hozzányúlni mérkőzések alkalmával. Én úgy gondolom, hogy ez a rendje, csak hirtelen jött igaz ez a túlságosan, korán jött a fiatalitás nálunk. Most így látva a csapatot, ismerve a játékosok teljesítményét, hogyan látod, ha így együtt maradtok, mikorra érnek be a fiatalok úgy, hogy akár megye kettőben, vagy felkerülve a megye egyben, bárk fel tudjátok venni a harcot? Szerintem akik itt vannak és nálunk pallérozódnak az elmúlt másfél évben, látszik rajtuk a fejlődés. Az, hogy mikorra érnek el olyan szintre, hogy stabil és mondjuk megye szinten jegyzett játékosok legyenek, ezek elsősorban rajtuk múlnak, de én úgy gondolom, jó úton járunk. Most Erdőről is az ifi csapat munkáját szemmel tartod, vagy elég annyi, hogy a kollégáid elmondják, hogy ez meg ez a srác, ez jó, ez bekerülhet a csapatba, és hogy te is nézed őket? Ifjúsági csapattal igaz együtt szoktunk utazni, van rá lehetőségem, hogy megtekintsem a mérkőzés egy részét. Nem tudom igaz az egész mérkőzést végigkövetni, igaz Sinka Lászlóval folyamatos kapcsolatban vagyok, illetve az utánpótlásba Szabó Zoltán szokta ajánlani, illetve ha lehetőségem van, akkor meg szoktam nézni az utánpótlás meccseket. Csináljunk egy olyat, hogy melyik volt számodra az őszi szezon legkínosabb mérkőzése, és még volt az, amikor a legboldogabban jöttetek be az öltözőbe? A legkínosabb, én úgy gondolom, a rakamazi vendégszereplésünk volt. Ott egyértelmű volt, hogy nekünk ugrottak, és ezzel a helyzettel nem tudtunk mit kezdeni. Ott az első fél időben már 5-0-ás hátrányban voltunk, ami én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy pofon volt. A legörömtelibb pedig én úgy gondolom, hogy nyíribronyi győzelem, ahol láttam, hogy mind a 14 játékos, aki lehetőséget kapott és küzdött a győzelemért, nagy értéke volt annak a nyíribronyi győzelemnek. Sok olyan játékos van, aki magasabb osztályból kikerülve, levezetésképpen alacsonyabb osztályban játszik. Te, aki ismered, hiszen játszhattál is ezekkel az emberekkel, és megtudod, hogy a következő ellenfél, vagy a csapatban ők benne vannak, mennyire tekintesz ezeket a meccs elé kicsit aggodalommal, mennyire tudod felkészíteni fiúkat, hogy na, ezek már ki vannak öregedve, meg kell hajtani őket, aztán kipurszannak. Nem szoktam az ellenfél játékosaival foglalkozni, külön nem szoktunk sem posztra, sem pedig emberre felkészülni. Egy biztos, hogy aki itt a megyei másodosztályban játék lehetőséget kap bármelyik csapatba, az én úgy gondolom, hogy rutinos, és azokra az emberekre oda kell figyelni. Ki a csapat leggólerősebb játékosa? Én úgy gondolom... Rajtad kívül? Én úgy gondolom, hogy itt a feladatok meg voltak osztva. Legtöbbször igaz egy támadóval álltunk fel idegenbe, és két támadóval idehaza. Voltak jobb, illetve voltak rosszabb vagy gyengébb meccseink, de én úgy gondolom, hogy mindenki hozzátette azt, amit tudott. Így visszagondolva, vannak olyan meccsek, amikor így átgondolva az egészet, azt hiszed, hogy másképp kellett volna csinálni? Én úgy gondolom, minden edző életében vannak olyan mérkőzések, amit igaz átgondolva másabbul cselekedett volna. Erre nem szeretnék kitérni, de van ilyen mérkőzés az elmúlt fél szezonban is. Ugye még most lesz csak a záró vacsorátok, tehát
lesz értékelés, lesz átbeszélés, de azért egy edzőnek gondolom félszemmel már kacsingatni kell a tavaszi szezon felé. Már úgy fejben próbálod összerakni a dolgokat? Igen, van lehetőség, igaz, mind játékos, mind pedig az ifjúsági csapatból játékos felhozatalára. Mindenképpen szeretnénk erősíteni a keretet. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok megelégedve a mostani játékosokkal, hanem inkább egy egészséges versenyhelyzetet kialakítani, hogy ne legyen olyan mérkőzés, hogy 13-an megyünk el egy bajnoki fordulóra. Terveztek olyat, hogy máshonnan, más csapatból átigazolni valakit? Még nem ültem le a vezetőséggel ezzel kapcsolatban tárgyalni. Minden lehetőség, minden lehetséges. A szezon utolsó mérkőzése a Tiszalök-Tiszavasvár örök rangadó, ami ugye nagyon sok embert kivonzott, hát tényleg Tiszalökön alig voltak kevesebben, mint a Puskás Aréna átadásán. Mindegy, szóval sokan voltak, és Vasváriból is sokan átjöttek. Számotokra jelent ez valamit, hogy ez most tényleg szomszéd vári rangadó? Az öltözőben pont mondtam a srácoknak, hogy sokan úgy nőttek fel, hogy nem volt lehetőségük ilyen mérkőzésre, illetve nem tudják, hogy milyen ez a mérkőzés. Mondtunk nekik egy-két olyan mérkőzést, amikor pénztár épszalagokat dobáltak be, és jó hangulat volt, és nagyon sokan voltak. A mostani fiatalok még nem voltak ilyen helyzetben. Én mindenképpen győzni szerettem volna, és győztünk is, hál' Istennek, ezért próbáltam meg azt, hogy kezdek, és megpróbálok mindent megtenni. Olvastam az edzői nyilatkozatokat, a Tiszalök edzője keserűen nyilatkozta, hogy sajnos a bíró belenyúlt a mérkőzésben. Nyilván te egy kicsit elfogult vagy, de mégis hogyan látod ezt a ténykedést? Én úgy gondolom, független attól, hogy nyertünk, a Tiszalök az első fél időben 1-0-ra vezetett ellenünk, és olyan dolgokat követtek el, ami én úgy gondolom minden más bírónál lapokat ért, és ezáltal igaz nem a bíró, én úgy gondolom nem a bíró fújt el a mérkőzést, hanem a Tiszalök saját magának köszönheti a kialakult helyzetet. Hogy jogos volt a két kiállítás? A másodikat nem láttam, igaz a gól öröm miatt. Az első én úgy gondolom egyértelmű, egy szabálytalanság, amiből 11-es lett sárga lapot ért, illetve utána pedig egy szintén szabálytalanság, de egy vétlen játékos verbálisan, igaz, neki esett a bírónak, ami második sárgával piros lapot ért. Amikor 1-0-ra vezetett Tiszalök, és Tiszavasvári 11-eshez jutott, és kimaradt, mennyire fogtad a fejed? 11-esnél igaz, Kiki ott általában azt szokták mondani, hogy a játékos ronthatja el, nem pedig a kapus vétet. Ebben az esetben igaz, a mi játékosunk hibázott, de én úgy gondolom, hogy helyén volt a szíve, és ment tovább, és csinálta, és ennek meg is lett az eredménye. Érdekes volt, aki kimolt is látta a mérkőzést, hogy tényleg a kapu előterében olyan víz volt, hogy ott simán vízilabdarúgó mérkőzést lehetett volna rendezni. Ez befolyásolta a kapura lövéseket is, nem? Nehéz volt megállni és kitámasztani. Igaz, a védekező csapatnak sokkal könnyebb helyzete van, mert akkor gyorsabban oda tud érni igaz, egy-egy szöktetett labdához. A támadó csapatnak pedig nehézséget okoz, igaz, mind a labda megjátszásában, mind pedig a kapura lövésben. Egy mondattal összegezed az elmúlt fél évet? Nagyon fárasztó volt.